az elmúlt napon az úgynevezett mobil tesztelő állomások megkezdték a működésüket. Ezek alapvetően buszok, méghozzá korábban a népegészségügyi szűrővizsgálatra igénybe vett Nemzeti Népegészségügyi Központ által működtetett szűrőbuszok. Ezek a tegnapi nap során már 2 közülük beállításra került, a mai napon már 4 helyszínen, a hétvégén pedig már 6 helyszínen lesznek jelen. Nagyon fontos, hogy ezeknek a buszoknak a kapacitását, a szűrő képességét és a teszteknek az elvégzését, a levételét változatlanul azok a szabályok alapozzák meg, amelyek most is érvényesek. Kérem tisztelettel, hogy senki ne álljon sorba ezeknél a buszoknál, mert azok vehetik igénybe ezeket a mobil szűrőegységeket, akik részére a házi orvos korábban már vizsgálatot megrendelt. Az országos mentőszolgálatnak a munkatársai veszik fel a kapcsolatot telefonon a szűrendővel, és ők döntik el, hogy a mobil szűrőállomásra történő irányítást választják-e egy konzultációt követően, vagy pedig változatlanul, nyilvánvalóan, hogyha a beteg gyengébben érzi magát, akkor a házhoz, helyszínhez megy az országos mentőszolgálatnak a szűrő egysége.